Tiszaigarra két újsághír vezetett el bennünket, az írások arról tudósítanak, hogy Igaró méhészetet és galambházat létesítettek, mindkettőt a közmunkaprogramra építve hozta létre a település. A falu önkormányzata évek óta gazdálkodik, tudtuk meg az egyébként agrármérnök Szilágyi László polgármestertől, és nem állnak meg az elért fejlesztéseknél, hanem további terveik is vannak. Az értéktelendő munka úgy gondolom, hogy már 2006-ban, amikor én első ciklusomat kezdtem, beindult, akkor ugyan még a komplett gazdálkodás nem kezdődött el, hanem inkább ilyen építőipari tevékenység, térkőkészítés, padokkészítés, asztalokkészítés és különböző külterületi vagy közterületi bútorok készítése kezdődött el. És tavalyi évben, amikor a belügyminisztérium meghirdette a Start közmunka, vagy mintamunkaprogramot pontosabban, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy igazából mihez is kellene kezdenünk. Nagyon örültem a felvetésnek, hogy beindult a mezőgazdasági program része. A program tájékoztatója során elhangzott, hogy nézzük körbe a településen, hogy hol találhatók ilyen felhagyott régi, akár TS, akár állami gazdasági épületek, ahol állattartást be tudnánk indítani. Büszkén mondhatom, hogy hál' Istennek itt a településen működnek még mezőgazdasági cégek, így nincs szabadon álló gazdasági épület. Így viszont abba kellett elgondolkodnunk, hogy mihez is tudnánk még is kezdeni, ami kis befektetéssel, kis ráfordítással, az uniós követelményeknek megfelelően mégis hasznot tudunk a település számára gyarapítani. Így kezdődött el a méhészkedés, így indult meg. A méhészetet követte a kisállattenyésztés, hiszen szép nyúlállományok is van már. Így van, valóban, tehát a méhészkedés az úgy indult el, hogy a pályázati támogatásból 68 méhcsaládot terveztünk be idénre beszerezni. Ebből 25 már megtörtént az akác virágzás kezdete előtt. Többet nem is akartam egyelőre, mert úgy voltam vele, hogy igazából nekünk is ez tanulóidőszak, tanulóév, kezdjük el, gyakoroljuk, és majd utána beszerezzük a többit. Hál' Istennek úgy tűnik, hogy sikerült nagyon jó munkásokat kiválasztanom a Start munkások közül, hiszen egy 10-12 fő az, aki folyamatosan a méhészetet látja el. Az akkori 25 méhcsaládból már most 45 családra sikerült felszaporítani az állományt, és akkor ehhez kívánjuk még majd a napraforgó előtt a maradék 45 családot megvásolni, tehát így mindegy évvégével egy 90 családdal szeretnénk a gazdaságot, a méhészeti részét indítani, vagy tovább folytatni, jövő évben pedig majd természetesen ennek a szaporulatait és az egyéb munkákat elvégezni. Az állattenyésztés speciális ismereteket is igényel, az állatokat gondozó alkalmazottak nem szakemberek ugyan, de nem is gyakorlat nélkül láttak munkához. Én azt mondom, hogy sajnos nem szakemberek, de akiket kiválasztottunk akár a nyúlászatba, vagy a galambászatba, vagy a méhészetbe, gyakorlata már mindegyiknek volt. Vagy olyan szinten, hogy csak elment egy barátjának segíteni pakolni, vagy éppen a rokona csinálja. De inkább azt mondom, hogy ez inkább ilyen öntanulás jó részt. Folyamatosan vásárolgatjuk a szakkönyveket, tankönyveket, adogatják egymásnak oda, tehát próbálják képezni magukat, illetve a belügyminisztérium és a munkahelyi központ között létrejött egy olyan együttműködés, hogy ez a mezőgazdasági program képzése is együtt járna. Tehát az áttenyésztő részen dolgozóknak egy 9 hónapos áttenyésztési képzés, a többi mezőgazdaságban dolgozónak pedig 2x9 hónapos képzés, tehát így jövő évre is áthúzódna maga a képzési rész. Ez sajnos még ilyen pillanatban valami csúszás miatt nem kezdődött el, de én addig is azt mondom, hogy nagyon szépen tudunk boldogulni, hogy az állományunk gyarapszik, fejlődik, tényleg azt mondom, büszke vagyok a dolgozóimra. A vállalkozás produktumait, a húst és a mézet itt a faluban használják fel. A megtermelt mennyiséget úgy tervezzük, hogy amit nem tudunk felhasználni, tehát igazából közétkeztetés lenne a cél, hogy oda bevigyük. Tehát itt az iskola, óvoda, idősek otthona és az egyéb ételhordóval elvívő személyek számára lenne ez a lehetőség, hogy ne csak mindig a sertés vagy a marhahús kóstolgassák, hanem azért csak próbáljunk ki mást is, oda szeretnénk felhasználni, illetve a többi részét, ami úgymond nem fogyna el itt a közétkeztetésbe, azt pedig értékesíteni szeretnénk, de ez csak jövő évtől kezdődően. A Start program adta lehetőségeket kihasználva fejlesztéseken gondolkodnak. Az újabb cél szociális szövetkezet alapítása. Jövő évben ezt a Start munkaprogramot tovább szeretnénk fejleszteni szociális szövetkezet formájában.
És a szociális szövetkezetnek pont ez lenne a része, hogy most a mezőgazdaságot a startmunkaprogram keretein belül megalapoznánk, elkezdenénk, beletanulnánk, és jövő évben már valóban a termelésre ráállni, hogy akár ez az önkormányzat önfenntartóvá válhasson. Tehát ne azt kelljen várni mindig, hogy mennyi normatíva érkezik, vagy az önhiki támogatással, hogy tud gazdálkodni a település, hanem próbáljunk saját talpunkon megállni. Ehhez persze kellene az is, hogy ez a szociális szövetkezet, vagy ezek a munkák, amiket most elkezdtünk, ezek folyamatosan folyanak. Valóban a sertéstartás is ennek keretein belül menne. Sajnos tudom, hogy a sertés telepeknek ezek az uniós előírásai nem egyszerűek, tehát ott rengeteg pénz kellene itt a folyékony hígtrágyatárló építéséhez és az egyéb előírásokhoz. Ezért gondoltam azt, hogy a mangalica, mint régi ős magyar fajta, ennek a tenyésztésére állnánk be, hiszen ennek nem kellnek olyan feltételek, mint a mostani hízósertéseknek, és egy rideg tartásban próbálnánk megoldani ennek a tartását. Július 1-ével kezdenénk itt a vályogvetés elkezdését, valamikor a településen nagy múltja volt a vályogvetésnek, tehát most ezt próbáljuk egy kicsit hagyományteremtő módon visszaállítani. A teletet már megnéztük, átnéztük, tökéletes további vályogvetésre is, és akkor, amit a munkások itt elkészítenék vályogot, azokat használnánk fel az épületeknek az építésére, és jövő évben akkor tudnánk ezzel is foglalkozni. Tiszaigar lakossága nem éri el az 1000 főt, vagyis kis közösség, de olyan közösség, ahol a programnak köszönhetően ma már nincsen számottevő munkanélküliség. A település maga nagyon kicsi, tehát itt a kistérség egyik legkisebb települése, 895 fő a aktuális statisztikai adat szerint a település lélekszáma. Úgy indult el ez a program, hogy számba vettem, hogy mennyi regisztrált munkanélküli van a településen, illetve mennyi személy kap az önkormányzattól különböző ellátást, és így alakult ki egy szám, amire pályáztam, és ez 134 fő volt a foglalkoztatottaknak a száma. Közben már jó pár ember elhelyezkedett más településen, vagy akár külföldön, viszont a pályázat szerint ezt a létszámot tartani kell. Hogy a létszámot tudjuk tartani, így már környező településekről is vettünk fel munkásokat, Tiszafüredről, Tiszaörsről és Nagyivánról, akik átjárnak és úgy folytatják itt a munkát. Azért arra büszke vagyok, hogy innestől kezdve nekünk megállt az önkormányzatnak a segély kifizetése, hiszen összesen az eddigi 70 főből most már csak 3 vagy 4 fő kap ellátást. Ők azért kapják, mert orvosilag nem voltak alkalmasak a munkák elvégzésére. Mindenképpen ezzel úgy számolok, hogy éves szinten az önkormányzat, hogy segélyt nem fizet, akár 10 millió forintot is spórolhat. Nem beszélve arról, hogy ezek az emberek értelmes értékteremtő munkát végeznek, ami az önkormányzat vagyonát, értékét tudja gyarapítani. Nem beszélve arról, hogy nagyon sok olyan ember is, én azt mondom, hogy nagyon jól be tudott illeszkedni, aki a kertjét lehet, hogy utoljára a gyerekkorába látta 3 centis fűvel, azóta pedig nyakig ér a gaz, az is büszkén viszi az itt megtermelt előállított palántát, viszi az a kis növénykét is, és boldogan ülteti el, telepíti el. Tehát én azt mondom, hogy itt az emberekbe azért úgy megfordult valami, és eldöntötték azt, hogy most kaptunk 5 darab palántát, és 1 négyzetmétert már felástunk, de hogy mégis milyen jó kimenni otthonra, és akkor leszakítani azt a kis paradicsomot, vagy paprikát, vagy bármilyen növénykét, és akkor jövőre azt mondja, hogy hát akkor, ha most bírtam ezzel, akkor jövőre megduplázom a területet, vagy megtriplázom. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenképpen attól függetlenül, hogy az önkormányzat nyert ezzel a programmal, értéket teremt, vagyonát tudja gyarapítani, még az embereknek is egy kicsit a gazdasági helyzetükön tudunk javítani, nem beszélve arról, hogy a munka világába így megpróbáljuk őket visszavezetni, hiszen azért tudjuk nagyon jól, hogy már második vagy akár harmadik generáció is némely esetben úgy nő fel, hogy csak azt látta, hogy havonta egyszer jelentkezni kell a segélyösszegért, és így is eltelik a nap. Tehát én azt mondom, hogy ezekkel előtt, az emberek előtt le a kalappal, nagyon büszke vagyok rájuk. Én most is azt mondom, hogyha ez a program tovább működhetne, ez mindenképpen nagyon jó lenne. Bízunk abban, hogy az országunk gazdasági helyzete engedni fogja, hogy jövőben is tudjunk ezzel a programmal kalkulálni, vagy pedig áttérni a szociális szövetkezetbe és ott tovább folytatni ezt a működést. Az igari példa a környező településeken is feltűnni látszik, aminek egyik bizonyítéka, hogy a Bezzeg falut irigylik. Hál' Istennek azért arra büszke vagyok, itt a környező települések azért úgy emlegetik Tiszaigart, hogy a Bezzeg falu.
Ez annak is köszönhető, hogy tényleg valóban sok munkásunk van, látják, hogy haladunk, csinálgatjuk a munkákat. Pályázat során nagyon sok gépet tudtunk beszerezni, amiről igazából álmodni se tudtunk volna. Tehát soha nem lett volna arra lehetőség egy ilyen pici település, hogy vegyen mondjuk egy vadi új traktort magának. Most a program során sikerült, vagy akár egy úthengert, vagy egy árukásógépet. Nagyon sok minden van. Valóban települések között én is látom, hogy megpróbálják úgy ellesegetni, hogy mi mivel foglalkozunk, és mi az, ami akár egy értelmes munka, de valamilyen szinten azért erre is büszke vagyok, hogy akkor csak jól csinálhatunk valamit, hogyha többiek is példát szeretnének venni rólunk, vagy pedig leszeretnék úgymond koppintani az elképzeléseinket. Reméljük, hogy attól majd tudom tartani a szintet, és akkor nem nekem kell majd a következőben majd onnan lesegetni át az ötleteket. A galambállományt az idén tavasszal hozták létre. A falu galambászatából elsősorban a húshozamot kívánják hasznosítani, az állomány összeállítása is ennek megfelelően történt. Szempont a húshasznosítás, ebből adódóan a texánt helyeztük előnybe, illetve F1-es galambokat szereztünk be. De található itt amerikai óriás posta, illetve postagalamb is, és még egy magyar fajtát is hoztunk ide, vagy 6-8 darab debreceni pergő is található itt. Rövidesen a konyhára is kerül az itt felnőtt madarakból. Már most is vannak fiatalok, de egy nagyobb garnitúrát számolunk össze, illetve várunk össze, és akkor egybe el tudjuk akkor majd szállítani. A galambház teljesítménye már most jónak mondható. 2 darab utódokat tudnak, hogyha nem éri semmilyen probléma galambokat, tehát olyan 24 naposan le lehet választani már őket. A falu tehát a Start munkaprogram segítségével felszámolta a nyomasztó munkanélküliséget, és már évek óta arra törekszenek, hogy a település több dologból is önellátó legyen. Az így megtakarított pénzt más falu fejlesztési munkákba forgatják vissza, így is lehet, mondja az igari példa.